So to honor him, alkalommal a fogyatékosok világnapja van. Mi mondható el, önök itt a térségben mennyire elfogadottak immár? Én úgy gondolom, hogy a térségünkben a fogyatékosok most már teljes megbecsülésnek és elfogadásnak örvendenek. Én nagyon-nagyon kevés olyan személlyel találkoztam, aki esetleg megbotránkozott, vagy rosszul vette azt, hogy bárhová elmentünk a fogyatékosokkal, az intézményünk tagjaival, ugyanúgy megjelenünk bármilyen rendezvényen, kultúrházban, könyvtárban, a városban, mindenhol. Mi is a mai napnak a célja? Talán az, hogy a sérült emberek közelebb kerüljenek a társadalom többi tagjához, megismerjék egymás problémáit, megismerjék egymás gondjait, hiszen nagyon fontos, hogy az emberek odafigyeljenek egymásra, megértők legyenek. Magyarországon meghaladja a 500 000 fogyatékos embereknek az aránya, és ők próbálnak boldogulni, de őket nem mindig támogató világban, hiszen valljuk be, hogy nagyon sok az ellenőrzés, az értetlenség, és ez nem jó van így. Ma már nagyon sok szervezet működik, és ha körülnézünk itt a soraik között, felfedezhetjük azokat a civil szervezeteket, intézményeket, támogatókat, akik segítenek a fogyatékos ügyben, felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyatékosok a társadalom egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán, vagy egyáltalán nem is képesek élni. Tehát egy egészséges ember segítségére szorulnak. Büszkén mondhatjuk, hogy lentiben vannak olyan szervezetek, vannak olyan intézmények, amelyek felkarolták a fogyatékosok ügyét. A szociális munka napját, amit szervezetünknél megünneplünk, ezzel az eseménnyel szerettük volna összekötni. És nagyon örülök, hogy ilyen kedves körben, ilyen sok ember előtt zajlik ez az ünnepség. Külön öröm számunkra, hogy polgármester úr minden alkalmat megragad, hogy itt legyen köztünk, részt vesz az eseményeinken, részt vesz az életünkben, és ez kifejezi azt, hogy sokkal többről van szó, mint hivatalos látogatásnál. Ez egy közös élet, ez egy közös feladat, ez egy közös együtt töltött idő és nagyon hasznos munka. A Corpic intézmények, amely közül szociális ágazatban, Zala megyében sok helyen jelen vagyunk, sok száz ellátottunk van, és kiszámoltuk, hogy legalább 1800 embert érint családok szintű is a tevékenységünk, a munkánk. Sok száz olyan ellátott van, aki naponta belátogat hozzánk, és akik pedig bent is laknak az idős otthonokban. De szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik gondoskodnak az ellátottakról, azoknak is, akik az iskolákban nevelik, oktatják, gondozzák őket, azoknak a tanároknak, az új pedagógusoknak is, akik napi szinten vezetik az ellátottakat, és mindenkinek, aki pedig eljön hozzánk, és velünk együtt éli mindennapjait. Sokat hallunk ma a fejlesztő foglalkozásokról. Önöknek mennyiben van ebben már tapasztalatuk? Mi nagyon örülünk neki, hogy 2017 áprilisában intézményünknek is sikerült bevezetni a fejlesztő foglalkoztatást. 14 fővel kezdtük el a foglalkoztatást, jelen pillanatban 16 fő a foglalkoztatottak száma. Ők mind az intézményünknek a tagjai, munkaképességük változó. Aki jobb képességekkel rendelkezik a fizikai munkát illetően, azok jelen pillanatban tiplit válogatnak, azt matricázzák, és ezért némi jövedelem kiegészítés is jár, nem csak a fejlesztő foglalkoztatási díj. Akik kevésbé jó képességekkel rendelkeznek, azok rongyot tépnek, abból rongyszőnyegeket szövünk, papírtépés van, abból papírt öntünk, újrahasznosításra igyekszünk.
Az ezévi pályázatunk ez 2018. január 1-től 2020. december 31-ig szól. Az intézményünknek egyik nagy problémája, hogy munkalehetőséget keresünk, tehát olyan munkát keresünk, amit az intézményünk tagjai el tudnak végezni bedolgozás szinten. Tehát nem tudjuk megoldani azt, hogy minden ellátotthoz adunk egy dolgozót, aki elviszi ki őket valamilyen üzembe vagy munkahelyre, ezt úgy tudjuk megoldani, hogy csoportos foglalkoztatás van. Tehát 4-5 főhöz van egy gondozó, aki segít a munkafeladatok betanításában, elvégzésében, és felügyeli az elvégzett munkát. Egy ilyen világnap ráirányítja a figyelmet a fogyatékosokra. Önöknek milyen céljaik vannak még? Fú, nekünk nagyon nagy céljaink vannak, mi nagyon sok mindent szeretnénk. Szeretnénk bővíteni az intézményünket, szeretnénk bővíteni a foglalkoztatást. Jelen pillanatban tárgyalunk egy lenti ingatlan megvásárlásáról, ahol a fejlesztő foglalkoztatást szeretnénk bővíteni, terveink vannak mosoda létrehozásával. Sőt, nem csak a fogyatékosok számára, de hogyha egyszer lesz befogadás az ország részéről, akkor szeretnénk pszichiátriai nappali intézetet létrehozni, akiket szintén be lehetne kapcsolni a foglalkoztatást. Meglepetésként ér, én most szembesültem ezzel a díjjal. Én azt gondolom, hogy az én életemben a szociális ellátásba való részvétel az sose volt munka. Én mindig egy elhivatásnak tartottam, nagyon szeretem azt, amit csinálok, és hogyha valaki szereti azt, amit csinál, akkor én azt gondolom, hogy nem beszélhetünk munkáról. Az életem mindig úgy adódott, hogy én olyan dolgokat csinálhattam, idézőjelben a munkám során és a magánéletemben is, ami nekem sose volt megterhelő. Szeretek az ellátottak körében élni, szeretek a kolléganőimmel együtt dolgozni, a régi munkahelyemen és a mostani munkahelyemen is, és ez a fenntartóra is értem, mindig olyan emberek vettek körül, akik az én munkámat segíthették. Én mindig azt hangoztatom a kollégáim között, hogy ha én nem leszek, akkor az én intézményem megy magától, de ha ők nem lesznek, akkor nem fog működni ez az intézményrendszer. Úgyhogy én ezt a kitüntetést hálásan köszönöm, beszéddel nagyon nem készültem, de én ezt a kitüntetést az intézmény dolgozói nevébe is szeretném megköszönni, hiszen ha ők nem lennének, akkor én ma nem állhattam volna itt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.